következő előadásom következik Irish Lady személyében, mégpedig anyaghasználat kezdőknek, illetve hogy is fogjunk neki a cosplay gyártásnak. Mi is az a szabás, mint a milyen anyagot, mivel lehetne összepasszintani és egyéb pszichés hozzáállását. Fogadjátok nagy szeretettel Irish Lady-t! Hát, hello! Látok ismerős embereket. Szóval ez egy olyan előadás lesz, amin meg tudtok ismerkedni a cosplay készítés alapjaival. Próbáltam a pszichológiai részre ráerősíteni, hogy kicsit más legyen, mint az összes többi ilyen előadás. Na. Szeretnék először bemutatkozni, mármint, hogy miért fogadjatok el tőlem tanácsot. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy hiteles forrásokból inspirálódjunk, vagy hiteles forrásokból tanuljunk. Én ugye megnyertem egy pár versenyt, és tavaly voltam a Comic-Conon is zsűritag, viszont amit én a legfontosabbnak tartok, az az, hogy én nagyon szeretem ezt csinálni. Elég fontos részét képezi az életemnek az, hogy én tervezzek fantasy ruhákat, hordjak fantasy ruhákat, és ugye karakterben legyek. És szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa a cosplay készítésnek, hogy valamiért az ember nagyon szeresse ezt csinálni. Ja igen, én 9 éve kezdtem, és ezeket a ruhákat, amiket ott alul láttok, ezeket mind én készítettem a két kis kezemmel, és hát 9 év munkája van benne, 9 év előzetes tanulása. Na, és az első, amiről szeretnék beszélni, az a motiváció. Szerintem igazából ez az alapja az egész cosplay készítésnek. És hogy miért fontos a motiváció? Szerintem élvezni kell azt, amit csinálunk, mivel ez egy hobbi, vagyis szórakozás, és nagyon könnyen ki lehet ábrándulni belőle, hogyha az ember nem élvezi, amit csinál. És a motiváció adja szerintem a kitartást, mivel nagyon nehéz részek, nagyon hosszú munkafolyamatok is előfordulhatnak egy-egy jelmez elkészítése során, és ezek nagyon sok kitartást kívánnak, és a kitartás az általában hát a motivációból jön. Például én alapból nagyon szeretek kreatívkodni, szóval nagyon szeretem csinálni a dolgokat a két kezemmel, akármilyen miszmiszölést, varrást, barkácsolást, és én nagyon szeretem azokat a karaktereket, akiknek beöltözök. Itt van egy csodálatos előtte-utána kép. Látjátok, az előtte képen is én vagyok, és a vicces az, hogy ezt a ruhát akkor nagyon-nagyon-nagyon sok idő és munka volt nekem elkészíteni. Ez a rózsaszín ruha, ez 5 évvel ezelőtt történt meg velem, és akkor 4 hónapig készítettem minden szabadidőmbe. Ami mellette van kék ruha, őt is 4 hónapig készítettem minden szabadidőmbe. A kettő között a különbség az kb. Ez az 5 évnyi tanulás és 5 évnyi elrontott ruha, amit folyamatosan vartam, és folyamatosan ilyen csúnyácska és nem túl, hát nem túl kidolgozott minőségi cosplayeim voltak, de abban is ugyanannyi munka van, mint ezekben az új ruháimban. Szóval szerintem a motiváció sarkal a fejlődésre. Például az sarkal arra, hogy mondjuk ebből a rózsaszín ruhában én eljutottam a kék ruháig, és minél többet gyakorol az ember, annál könnyebb lesz elkészíteni egy ruhát, és annál gyorsabb. De ennek ellenére mindig vannak nagyon-nagyon-nagyon nehéz részek, amiken a motiváció segít átlendülni. Az, hogy én valójában nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretem a karaktert, és nem csak azért csinálom a cosplayt, hogy mondjuk felfigyeljenek rám, vagy feltűnősködjek, mert ezek, ez az, hogy valaki feltűnő szeretne lenni, és azért készít cosplayt, az szerintem nem egy olyan motiváció, ami segítene neki hosszabb távon fejlődni. Itt van az Anna ruhám, vele nyertem egy pár versenyt, és rajta 280 virágszirom van, amit egyesével vágtam ki, és egyesével ragasztottam föl. Kicsit hibás, szegény, de jó lesz így. És például ehhez nagyon nagy motiváció kellett, mert senki nem élvezi, hogy 280 virágszirmot kivágjon, és fölragasszon, és fölvarjon.
mert ugye őt vetekszel kellett ragasztani a hátát, hogy ne foszoljon el. Szóval itt csak a motiváció segít átlendülni, de ez például egy olyan része a jelmezkészítésnek, ami szerintem senki nem élvez. Viszont nagyon fontos tudni, hogy összességében megéri a folyamat, mivel a végén egy nagyon szép jelmezünk lesz, amiben nagyon jól érezzük magunkat. Szóval az ilyen aprólékos, monoton, időigényes részek miatt is fontos a motiváció. És jöjjenek az alapok, mármint az ilyen gyakorlatiasabb alapok. Itt van a Szent Háromság. Azért hívom így ezt a dolgot, mert ezek kellenek ahhoz, hogy egy cosplay tényleg ütősen nézzen ki. Nem az kell hozzá, hogy tökéletesen csicsás ruhába legyél, hanem az, hogy a ruha, a kiegészítő, a paróka és a smink az harmóniában legyen egymással, és külön-külön azért minőségi darabok legyenek, de nem a legcsicsásabb ruha lesz a cosplayként általában a legminőségibb, csak akkor ugye, ha úgy van elkészítve. Hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg szépen. Én ugye arról tartok előadást, hogy hogyan kell cosplayt készíteni, viszont mindenki azt vesz fel, amit szeretne. Ugye itt az előadás akörő épül, hogy hogyan tudunk minél bonyolultabb és minél igényesebb cosplayeket készíteni majd idővel. Majd a végén az előadásnak lesz a szekrény cosplayekről is szó, amihez ugye nem kell varni, viszont most már megtanulunk pár dolgot, ami alapján akár turkálóból ki tudtok majd választani olyan ruhadarabokat, amikkel a megfelelő parókával és minkkel nagyon szép cosplay lesz a végén, és akkor még varni se kell tudni. Na, itt van egy játék, az ördög a részletekben rejlik, itt a ruha, paróka, smink, Szent Háromsága után. Szerintetek mi a különbség a két kép között? Most hagyok egy nagyon pici gondolkodási időt. Szerintem lapozok, és aztán kiderül a turpisság. A két kép között, pillanat, nem akarja az igazat, a két kép között a legnagyobb különbség az a paróka és a hajdísz, mivel a ruha az egy az egybe ugyanaz. A ruha az igazából semmit nem változtattam rajta. Vettem egy parókát, amit azért megformáztam, csináltam egy hajdíszt, és ez már sokkal igényesebbé, sokkal valódibbá tette a karaktert, ugye Anna hercegnőt, valamint felvettem egy alsó szoknyát a szoknya alá, és egy nagyon kevés merevítést vartam a felsőjébe. De nagyon sokat számítanak a részletek, egy meglévő ruhátokat is fel lehet turbózni, vagy egy meglévő cosplayt is sokkal igényesebbé vagy látványosabbá lehet tenni, anélkül, hogy újat kellene varni. Ha. Itt jön az anyagismeret, ő igazából a mindennek a legalapabbja, akár a szekrény cosplay összeállításának is az alapja. Az anyagismeret igazából arról szól, hogy milyen a ruha viselőjének az életstílusa. Vagyis mit csinál a ruhában? Itt láthatunk egy nemesi párt jobb oldalt, és egy polgárt, vagy kézműves asszonyságot itt a bal oldal. Vagy fordítva. Mindegy, nektek nem tudom melyik oldal, de látható. A nemesi pár értelemszerűen olyan ruhákba öltözik, amik sérülékeny anyag, könnyen sérül, de nagyon fényes, nagyon díszes, tele van apró, pici részletekkel, gyöngyökkel. Itt ez a hölgy, aki láthatóan nem nemes, és valószínűleg valamilyen kétkezi munkát végez. Az ő ruhája nem díszített, nem fényes anyagból van, hanem strapabíró vastag anyagból, pamútlenvászon. És itt szokott igazából a legtöbb kezdő cosplayesnek ez az egyik legnehezebb lépés, hogy megfelelő anyagot válasszon a ruhájához. Hogyha mondjuk a Witcherből megcsinálja valaki Geráltot, és szatént vesz hozzá, vagy sejmet, vagy olyan műanyag kinézetű anyagot, amiben ő csillog-villog, és műanyagnak néz ki, az nagyon nem lesz karakterhű sajnos. Na, megpróbáljátok. Itt vagy, vagyis mindig fel kell magunknak tenni a kérdést minden egyes jelmeztervünknél, hogy mire használja a karakter a ruhát. Az első képen egy strapabíró ruhába vagyok, ez mondjuk utazáshoz, erdőjáráshoz is megfelelő. A második képen egy quidditch
talárban vagyok. Ugye a Quidditch játékos strapabíró erős anyag kell. Mind a két anyag matt, vastag és erős anyag. Az utolsó képen viszont ugye Bálnak a báli ruhájában vagyok, és őt például pamutszaténból készítettem, ami egy sérülékeny, világos anyag, mert ugye a bálban nem kell, hogy különleges, nem tudom, különleges dolgokat kelljen, hogy kiálljon az a ruha. Mondjuk nem fogok benne elmenni erdőbe sétálni, vagy lekardozni az ellenséget. És az első ruhámon látszódik az, hogy van rajta bőr, van rajta lemvászon, a második ruhán is látszik, hogy van rajta bőr, kötött pulóver és polár, ugye amiből a tarár készül. Na, a legtöbb ember ott szokott sajnos elcsúszni kezdőként, és ebbe a hibába én is beleestem, hogy akár a Quidditch talárt is megcsináljuk olyan csillogós, villogós szaténból, mint ahogy amiből bárruháját készítettem, viszont ez nagyon-nagyon karakteridegen lesz, és nem lesz meg az az öthazása végén, amit szeretnénk elérni. Hiteltelennek fog tűnni a karakter, emiatt aki ránk néz, az nem fogja igazán azt gondolni, hogy mi tényleg egy Quidditch játékos vagyunk, inkább egy olcsó könycsölzői jelmeznek fog sajnos kinézni a ruhadarab. Itt van egy nagyon gyors anyagismeret, amit esetleg érdemes lefotózni. A könnyen kezelhető anyagok közé tartoznak a matt felületű, általában vastagabb anyagok, bár a pamutból és a lemvászomból is van nagyon-nagyon vékony. A pamut, lemvászom, polár és a vastag bútor szövetek, ők mind olyan anyagok, amik nagyon könnyen kezelhetőek, nagyon könnyen lehet őket varni, és a kezdőknek is ideálisak lesznek. A nehezebben kezelhető anyagok, a fényes felületű és vékony anyagok, legalábbis általában fényes felületűek és vékonyak. Próbálom helyrehozni itt a muszlin, a pamutszatén vagy a selyem. A műbársony és a bársony, ők mind olyan anyagok, amik csúsznak, másznak a varrógép alatt, vagy csúsznak, másznak, amikor ki akarod őket szabni, mivel fényesek és csúszós a felületük. Úgyhogy őket nem ajánlom az első pár cosplay elkészítésénél. És hogy mi az, amit nagyon nem szabad használni, hogyha azt szeretnénk, hogy szép, strapabíróbb és kényelmes cosplayünk legyen, ha már ennyit dolgozunk vele, azok a műanyag kinézetű anyagok. Ott ez a legolcsóbb bolti szatén látható a felső képen. Őt általában nagyon olcsón lehet kapni, és annyira sérülékeny, hogy én arra szoktam esetleg használni, hogy virágokat készítsek belőle a jelmezhez. Arra igazából tökéletes. Az alatta lévő anyag, az például egy olyan műanyagos anyag, nem tudom, hogy pontosan mi a neve, ez egy ilyen merevebb anyag, hogyha bementek valamilyen textilboltba, biztos, hogy találkozni fogtok vele, és 1000% műanyag kukázsáknak néz ki. Érdemes figyelni, hogy ilyen anyagokat még a legcsillogósabb, villogósabb hercegnős ruhához sem szabad használni, mert sajnos nem lehet velük szépen dolgozni. Itt van, hogy mivel kezdjük. Szóval, ha még valaki sose vart semmit, akkor az az egyik legfontosabb lépés, hogy nagyjából be tudja azonosítani, hogy egy jelmez milyen nehézségű. Mit láthatjátok? Én Csipke Rózsikának a ruháját is megvartam akkor, amikor még nem álltam rá készen. Azt nem mondom, hogy... Hogy fogalmazom? Azt nem mondom, hogy nem élveztem elkészíteni, de sokat bántottam magam amiatt, hogy nagyon sokat dolgoztam vele, és nem úgy néz ki, ahogyan én szerettem volna. Na, ezt elkerülhettem volna, ezeket a rossz érzéseket, hogyha én... Be tudom azt lőni, hogy az a jelmez, az nekem való-e még, vagy nem. Kezdjük a nehézségi szintekkel. Az első képen egy leperruhát láthattok, ez az én római kori viseletem. Ők igazából téglalapból vannak varva, viszont nagyon szépen tudnak kinézni, azért, mert a drapéria nagyon lágyan tud esni, vagy be tudjuk gyűrni, be tudjuk láncolni, és nagyon szép nőies sziluettet lehet vele elérni. A második képen a karöltő nélküli ruhadarabok szerepelnek, a kis mell alatti fűzőcském. Minden, ami karöltő nélküli, az egy könnyebb kategória, azokkal már érdemes kísérletezni kezdőként is, mivel a karöltő az, ami még profiként is nagyon-nagyon nehéz tud lenni. A harmadik képen egy karöltős, de egyszerű szabású ruha van. Ez az én
Empire szabású ruhám, ilyen Jane Austen-os, úgy lehet, hogy legtöbb ember jobban ismeri. És ezen a ruhán már van karöltő, viszont a ruha szabása az elég egyszerű. Nincsen benne túl sok szabásvonal, nem túl sok szabásvonalból pillanat. Nem túl sok kiszabott darabból áll, vagyis nem kell annyira a saját testedre igazítani, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebb, mint az utolsó. Az utolsó képen látható ruha az a belles báli ruhám, ami egy fűző, ami már alakot formál, szóval ilyen szép kis vékony dereket csinál. És ott van egy nagy körszoknya, meg még egy nagy szoknya, ami be van ráncolva. Ez pontos méréseket igényel, ez a fajta szoknya, és a felsőt is nagyon-nagyon pontosan kell magadra szabni. Ez a fajta ruhadarab az egyik legnehezebb varrott ruhadarab, az alakformálós fűző, úgyhogy mondjuk te levegőt is kapjál benne, és szépen is álljon rajtad. És láttátok, hogy az elején a csipkerózsikás ruhánál én is megpróbálkoztam vele. Természetesen nem úgy sikerült, mint így, 5 év távlatából, vagy 5 év múlva. Csináltam férfi verziót is, nekem nincsenek férfi ruháim, de szeretném volna, hogyha az úriemberek se érzik magukat elhanyagolva. Az első képen szintén egy majdnem leper ruha látható. Gandalf ruháit is ki lehet szabni geometrikus formákból, vagy akármilyen varázslóit, és ez egy nagyon jó kezdő férfi ruha, amivel az ember megtanul egyenesen vágni, egyenesen varni. Nem kell alakra szabni, viszont nagyon látványos tud lenni, ha szép anyagot választotok hozzá, esetleg, hogyha kihímzitek az övet, vagy kihímzitek az egész ruhát, és látszódik, hogy Gandalfnak is azért szépen meg van gyűrve a ruhája, ami azt jelenti, hogy ezekből a téglalapokból, amik 2 téglalap az ujja, és 1 téglalap maga a ruha, ezekből is lehet nagyon impresszív, nagyon látványos ruhadarabot elkészíteni. Gandalf természetesen nem akart ilyen impresszív lenni, úgyhogy ő egy sima, szerintem pamut vagy szürke lembásznat választott, de ezt akármilyen csili-vili anyagból el lehet készíteni varázslónak. A második képen egy geometrikus formából szabott bőruhadalap látható. Ő egy ilyen régenség korabeli ing, de igazából ez az a férfi ruhadarab, amit mindenhez lehet használni. Lehet be herceghez, kalózhoz, akármilyen harcoshoz, alsóingnek, vagy egy ilyen régessén korabeli úrnak. Ez az ing, ez szintén csak is geometrikus formákból van, ami azt jelenti, hogy 2 téglalap az ujja, 1 téglalap az eleje és a háta, és a hónaljához be van toldva egy négyzet, és ettől ugye minden irányban teljesen szabad mozgás biztosít. Vele is nagyon jól lehet gyakorolni azt. Hozzá már kell mérni magatokat, vagyis pontosabb mérések szükségesek, de szerintem a kezdőknek egy nagyon jó következő ruhadarab. A harmadik képen az egyik kedvenc filmemből látható a herceg, az örökkön örökké. Ő egy testre szabott nadrágot visel, és egy testre szabott dubletet, legalábbis történelem során ezt a fajta ruhadarabot dubletnek hívták. Látszódik, hogy alul könnyéktől lefelé passzentos, és a testén, a mellkasán, a hátán, a derekán, mindenhol passzentos, ami azt jelenti, hogy őt bizony már magunkra kell szabni, ha egy ilyen ruhadarabot szeretnénk készíteni, ami azért gyakorlatot, nagy gyakorlatot kíván. Ő annyira nem bonyolult még, mint a mellette látható úriember, aki amúgy Aramis a 3 testőr sorozatból. Aramisnak a ruhája bőr, és a bőrt azt még nehezebb testre szabni, mivel a bőr az nagyjából semennyi mozgásteret nem enged. Ha rosszul szabjuk ki, akkor bizony nagyon könnyen meglátszódik, még a bőrruhadaraboknál is látszódik amúgy, ha a köröltőnél valami el van szabva. És Aramisnak az öltözete így összességében elég bonyolult, sok apró részletből áll, és van rajta kesztyű. Ha ezt a kesztyűt mi akarjuk elkészíteni, akkor ez a másik legnehezebb ruhadarab, amitől általában mindenki fél. A nadrágülep, a karöltő és a kesztyű azok a dolgok, amik a profikat is meg szokták izzasztani. Úgyhogy ezekkel kezdőként nem igazán érdemes kísérletezni. Fogok mutatni majd egyszerű nadrágszabás mintát, egy ilyen bőnadrágot, amit a vikingek is hordtak.
viszont ezek a passzentos nadrágok, ezek még nyúlós anyagból is elég nehezek, elég nehéz őket elkészíteni, úgyhogy jól álljanak, ne szakadjanak le az emberről. A nem nyúlós anyagból készült nadrágok, azok viszont az egyik legnehezebb darabok. Hoztam példákat a legegyszerűbb szabású ruhákhoz, hogy aki, mivel kezdőknek szól az előadás, aki ennyire kezdő, hogy még sosem látott szabás mintát, ő is megismerkedjen vele. Arvennek a ruhája az egy tipikus leper ruha. Szeretném volna filmes példát hozni erre. Az alatta látható római viseletem, ami az előbb is szerepelt, ő is leper ruha, és Arvené is. Látszódik, hogy a másfajta anyaghasználat. Nagyjából ugyanaz a szabás, annyi, hogy én tovább vartam össze a római tunikámnak az ujját, Arvennek a ruhája ott felül, ő viszont csak a vállánál van összevarva, és amúgy az oldalánál. És látszódik, hogy Arven ruhája szerintem muszlimból készült, és nagyon lenge, nagyon tündés, az én ruhám viszont lemvászomból készült, ami nagyon történelem hű, viszont sokkal kevésbé tündés, sokkal kevésbé hercegnős. És ezért is nagyon fontos az anyagválasztás, mert ha Arven ruháját megvartuk volna egy olyan lembászomból, vagy megvartam volna egy olyan lembászomból, mint ezt a római ruhát, akkor én nem úgy néznék ki, mint egy tünde, hanem úgy néznék ki, mint egy római asszony, vagy valaki. De a tündéknél is ők sose használnak olyan durva szövésű vásznakat, nagyon matt anyagokat, náluk is a bársony, a muszlin, azt hiszem talán volt brokát is. Arven egyik ruhájában. Ott látható mellette, hogy a szabás minta és a kész ruhadarab mindegyiket téglalapból készült, attól függően, hogy hogy varjuk össze, attól függően alakul ki belőle többfajta fazon. Mellette látható a másik legegyszerűbb női ruhadarab, a szoknya. A körszoknyáknak nagyon-nagyon sok fajtája van. Itt már kell mérni, ez kicsit pontosabb mérést igényel, viszont még mindig egy kezdő kategória. Van teljes körszoknya. Nekem is a nagyhercegnős ruháimnál mindegyiknél teljes körszoknya van. Ez a pörgős szoknya, amit ugye mindenki ismer, amit a gyerekek is imádnak. Ő alá lehet hatalmas abroncsot fölvenni, és akkor hatalmas pufi báli ruhánk lesz. Fölötte található félkörszoknya. Hogyha nem veszünk alá abroncsot, akkor ő tökéletes igazából, ő is azért még pörög-forog, lehet lengedezni benne. Fölötte található a háromnegyedes szoknya, a félkör szoknya és a negyedkör szoknya. Látszódik, hogy a negyedkör szoknya, ő már igazából teljesen sima felületű, nincs már benne annyi anyag, hogy gyűrődjön. És itt látható a téglalap szabású szoknya. A téglalap szabású szoknya, a neve is elárulja, egy téglalap van beráncolva. Őt be lehet ráncolnunk, hogy fértöltéssel összehúzzuk, és aztán letűzzük, be lehet hajtogatni, úgyhogy kimérjük. Ilyenkor ugye ki kell számolni azt, hogy mekkora a derekunk, és hogy mekkora lesz a kívánt, mekkora anyagot szabjunk ahhoz, hogyha beráncoltuk, pont akkora legyen, mint a derekunk. Ezek is ilyen kezdőmérések. Kezdőszabás, mint a készítés, amivel bátran lehet próbálkozni. Rájuk kell derékpánt, ami meg tudja izzasztani a kezdőket, egy derékpántot szépen fölvarni. A téglalap alakú szoknyára nehezebb fölvanni a derékpántot, mivel be van ráncolva az anyag a derekában, ami azt jelenti, hogy vastagabb lesz, nehezebb szépen rátenni egy derékpántot, viszont a körszoknyáknál látszódik, hogy derékban semmilyen anyag, nagyon kevés anyag van, ott nem lesz vastag, nem ráncolunk be oda anyagot, ezek sokkal könnyebbek kezdőként derékpánt szempontjából. Itt van pár férfi ruhadarab a legegyszerűbb szabású ruhákhoz. A varázslótarár vagy varázsló ruha, amit láthattunk Gandalfon, itt van a szabás mintája kiterítve. Nagyjából így néz ki, akár egy darab anyagból is ki lehet szabni, és csak az ujját kell összevarni, meg az oldalát, meg ugye természetesen el kell szegni. Általában ezt kihagytam, de cikcaköltéssel szoktunk a kis otthoni varrógépeinken dolgozni. Cikcaköltéssel el lehet szegni az anyagot, vagyis nem fog foszlani. Erre amúgy nagyon érdemes figyelni, ezt véletlenül kihagytam, hogy vagy duplán visszahajtjuk az anyagot, vagy cikcaköltéssel elszegjük.
ugye ez a bolti, a nagyipari lokkolónak az otthoni változata, mert ha nem szegünk el egy anyagot, akkor ha csak nem polár vagy bőr, ami ugye egyáltalán nem foszlik, akkor ő foszlásnak fog indulni, és sajnos búcsút mondhatunk a szép ruhánknak. Mellette található egy nadrág, ez a nadrág ugyanúgy geometrikus formákból van kiszabva. Megpróbáltam hozzá modellezni nektek egy nagyon egyszerű szabás mintát. A hajtásvonal az ott az úriembernek a térdénél van, ami a szabás mintán a hajtásvonal. Ha őt ott kell félbehajtani, és ugye mindig hát félbehajtjuk az anyagot, szépen kiterítjük, összetűzzük, és ugye így egyszer vágjuk ki a szabás mintát, és így lesz két szabás minta darabunk. Igazából ő úgy néz ki, hogy a derék alatt látható egy most rombusz minta, de a félbehajtott anyagból ő egy háromszög lesz. Ezt a háromszöget vágjuk ki Isten igazából, aztán a derekába varrunk, visszahajtjuk a derekát, varrunk bele egy gumit, vagy egy kötőt, elvágjuk ugye az alját, ugye ahol a hajtásvonal rész van írva, ott fogja az úriember bedugni a lábait, összevarjuk két oldalt, és igazából a gumi, vagy a behúzás a dereken be fogja ráncolni nekünk, őt nem kell külön ráncolni, és kész van egy nadrág. És egyszerűen annyi, hogy egy téglalapból kivágtunk egy háromszöget, a háromszöget a lába között, ugye, és kész a nadrág. Ő amúgy az egyik legegyszerűbb szabás, mint a férfiaknak, majd a leperruhán kívül. És itt jön a szabás minta. Ez nagyon-nagyon alapgyors talpaló lesz, mert a szabás minta az egyik legnehezebb feladat kezdőként. Elég sok gyakorlat kell ahhoz, hogy jól lemérjük magunkat, hogy jó szabás mintát válasszunk. Az a lényeg, hogy az egészben a legnehezebb rész a ruhakészítés folyamán, hogy a ruha az jól ránk legyen szabva. Itt hoztam az egyik fűzőmről egy képet. Pontos mérések kellett, és sok szabás minta igazítás, hogy ez a felső rajtam így álljon. Ez sajnos ugye még nagyon nem kezdő kategóriás. Látszódik az első képen, amikor én próbáltam elkészíteni Csipke Rózsikának a rózsaszín ruháját, akkor minden lett, csak ilyen szép fűző nem. Az a lényeg, hogy mindig úgy szabjuk, vagy úgy szerkesztjük a kis szabás mintánkat, hogy kényelmes legyen, és tudjunk benne mozogni. Kezdőként én is nagyon gyakran elkövettem azt a hibát, hogy jól van az úgy, feszül a hónaljamnál, nagyon szoros, nem baj, úgyis csak korra veszem föl. Ilyenkor történik az, hogy a kanon elszakad a ruha, mivel nagyon erősen meg van terhelve, mondjuk a nadrágülepe, a karöltő, az ilyen nehezebb részek, ahol alapból éreztük, hogy szűk volt, és a kanon fog elpattanni rajtunk, ami, hát valljuk be, nem a legideálisabb eset. Még a nagyon bő ruháknál is meglátszódik az, hogyha a karöltő el van szabva, és nagyon furcsán budgyosodik. Hoztam egy nagyon egyszerű, kezdőszintű megoldást a szabás mintára. Ez a ragasztószallagos megoldás. Nekem van egy próbababám, amit amúgy én a két kezemmel faragtam a saját méretemre. Úgyhogy igen, hogyha szeretnétek próbababát, akkor egy kis konyhai késsel, és hatalmas munkával, meg picokkal a saját testetekre lehet alakítani. Én először fóliából körbe tekertem a próbababát, de ezt akár rajtatok is el lehet végezni. Valaki körbe tekert titeket fóliával, utána szépen azt leragasszátok ducktape-pel, és berajzoljátok rá a felsőnek, a cosplaynek a szabás mintáját. A második képen az látszódik, hogy én ezt az egész dolgot leműtöttem a próbababáról, és kivágtam a darabokat. A harmadik képen egy mock-up látszik, ez egy próbadarab, ami arra való, hogy megnézzük azt, hogy mielőtt a drága, nehéz munkával megszerzett végleges anyagunkból kivágjuk a szabás mintát, azelőtt megbizonyosodjunk róla, hogy biztos, hogy jól dolgoztunk. Itt látszódik, hogy egy ilyen fehér, vastag pamutvásznat, hát vastag, közepes vastag pamutvásznat használtam. Kivágtam, összetűztem, összeférceltem, fölvettem, alakítottam rajta, ahol kellett. Aztán itt látszódik a negyedik képem, hogy ott van a fűzőm, hát majd egy fűző lesz, még nincs benne merevítés, de abból a ducktépes gányolmányból ez a szép fűző készült a végére,
amíg majdnem kész. Itt vannak a nagyítsd fel könyvek. Ez a másik olyan szabás mintatípus, amit nagyon kevesen ismernek, viszont az egyik legjobb dolog, ami megtörténhet az emberrel, ha cosplayes. Látszódik, hogy ez itt egy történelmi ruha, viszont a történelmi ruhákról azt kell tudni, hogy általában szépen állnak az emberen, és kényelmesek. Szóval attól a történelmi ruha, akármilyen jelmeznek az alapja lehet, ami ugye hasonlít rá szabásában. Ő egy Janet Arnold könyvből van. Őket így lehet megvenni, hogy a könyvben négyzet hálóra vannak felrajzolva a szabás mintadarabok. Meg van adva mellé, hogy milyen arányban kell nagyítanunk, hogy egy négyzet mekkora a valóságban, és ezek alapján lehet kiszerkeszteni. Itt a burda. A burda szerintem minden cosplayesnek az egyik legjobb barátja. Annó, amikor elkezdtem, és Elion cosplay, akit még mindig nagyon szeretek, és ő segített például nekem abban, hogy hol érdemes szabás minták után kutatni. A burda az egy, nem tudom, kincses bánya, de ezeket is át kell alakítani. Szóval a burdából se fog az ember olyan szabás mintát kihalászni, ami pontosan az ő mérete. Azért is raktam be róla egy képet, mert kezdőként az ember nagyon meg tud ijedni, hogy egy ilyen össze-vissza mindenféle színű szabás mintalap lapot halászik ki az újság közepéből, ami amúgy hatalmas, szóval van vagy 4 méteres. Viszont ez annyira nem ijesztő, mivel minden ruhadarab mellett az újságban oda van írva a pontos számozása, és ezen a össze-vissza szabás minta halmazon, mindegyik szabás minta elemnél ugyanez a számozás fel van tüntetve, szóval nem olyan nehéz megtalálni, viszont néha kicsit időigényes, és elsőre nagyon ijesztő. Emlékszek, amikor legjobb barátnőm először kapott egy burdát, és kinyitotta, és majdnem rosszul lett, hogy ebből a katyvaszból kell neki kihalászni a felsőjének a szabás mintáját. Úgyhogy nem kell megijedni, a burda nagyon olcsó, 300 forintokért vesztegetik az antikváriumokban. A régi burdákban nagyon sok esküvői ruha van, ami egy kezdőszintű hercegnő ruhához is nagyon jó lehet. Vannak benne nadrágok, blúzok, gyakran még férfi szabás minták is. Úgyhogy én nagyon ajánlok egy ilyet általában régebbi verzióban beszerezni. A régebbi verzióban a hétköznapi ruhák is sokkal jobban hasonlítanak a cosplay elemekre. Tartok egy paróka gyors talpalót, de ezt csak azért említem meg, mert ugye nagyon fontos eleme annak, hogy hogyan készítsünk cosplayt kezdőként, hogy a paróka, ami a fejünkön van, vagy a frizuránk, az is minőségi legyen. Hoztam két ilyen mintaképet. Az első képen a belparókám alátupírozott és hajlakkal fixált fufrut készítettem hozzá. A mellette lévő szőke parókán tupír, vax és hajlak van. Igazából, ha pufi fufrut szeretnétek, azt nagyon-nagyon alá kell tupírozni, lehajlakkozni, és ha olyan, mint Csipke Rózsikának, hogy valami kis kunkori is van benne. Azt hiszem Sailor Moon-nak is ilyen a haja, hogy ilyen két kis kunkori van elől. Azt vaxszal lehet, nagyon sok vaxszal, és nagyon sok hajszárítóval lehet elérni, hogy ő mindenféle tűzés nélkül ilyen szépen kunkorodjon. A szükséges eszközök a paróka készítéshez a türelem. Ez a legfontosabb, mivel borzasztó időigényes, és általában elsőre nem sikerül. Montókefe, vagy valami hasonló, szerintem nagyon fontos a jó kefe, ami nem akad bele a parókába, nem tépi ki. Igazából nekem volt olyan hajkefém, amivel borzasztóan lehetett parókát fésülni, és aztán ilyen mennyei megváltásnak éreztem, amikor kaptam egy bontókefét ajándékba. Az egész paróka formázást, fésülést megkönnyítette. A tupírfésű a következő. A tupírfésű értelemszerűen arra való, hogy betupírozzuk a hajat. Ezt nem érdemes elblitzolni női parókáknál. Általában a fufru rész mindenhol meg kell tupírozni. A hajkifésülés könnyítő spray az egy ugyanilyen dolog,
amit érdemes beszerezni. Akkor is, ha nem formáztok parókát, de mindig ki kell őket fésülni. Egy jó kefe és egy kifésülés könnyítő spiri, az szerintem elengedhetetlen. A hullámcsatok, a parókatartó fej, a hajcsavaró, azok ilyen magától értetődő dolgok, de gondoltam megemlíteni. Van egy percem, úgyhogy eldarálom a utolsó szekciót, a szekrény cosplayeket. Kezdőként a szekrény cosplayek, azok egy nagyon jó dolgok, lehet rajta gyakorolni az anyagválasztást, hogy milyen anyagú ruhadarabokat választunk. Szintén mondjuk, ha én Geráltot akarom összeturizni, akkor nem szatén inget fogok neki választani, hanem ugye, ahogy beszéltünk róla, valamilyen vásznat. Ugye mindig szem előtt tartom azt, hogy a karakter mit csinál a ruhában. Paróka, smink és megfelelő ruha, ugyanez a szekrény cosplay alapja is. Látszódik, hogy nekem például a Vilma cosplayem, ugye Vilma egy nagy, pufi, narancsárga pulóverben van a mesében. Én választhattam volna igazából egy nem bordázott narancsárga pulóvert, ami elég vékony anyagú, csak bő, de vékony, lóg rajtam, nincs bordázata. Szóval annyira nem néz ki igazi masszív pulóvernek. A mesében értelemszerűen nem akarták egyesével berajzolni a bordázatot, mivel ő még egy 70-es években készített meséből van. Szóval szerintem Vilmánál nagyon sokat dobott az összképen az, hogy megfelelő pulóvert választottam, valamint, hogy nem szőke hajjal voltam, nem hosszú hajjal, hanem egy jól megvágott rövid parókával. Vilmához is kell némi smink, általában azért, hogy az arcformáját és a szemformáját utánozzuk. Itt van a Bál cosplayem, ő ugyanez, megfelelő ruhát turkáltam, nem szatént, mert ez nem a báli ruhája, megformáztam a parókát, és ennyi. Szóval az eddig tanultakat a szekrény cosplayekre is lehet alkalmazni. És ennyi, köszönöm a figyelmet, sziasztok, remélem tudtam segíteni. Hello.